Az Egri József szakiskola történetének egyik legnagyobb sikerének letéteményeseivel állunk itt az Egri szobornál. Vellai László igazgatót kérdezném erről először. A szakközépiskolások számára megszervezett tanulmányi versenyek közül messze a legkiemelkedőbb országos jelentőségű verseny az OSKTV. Ezen az OSKTV versenyen évek óta nagyszerűen teljesítenek diákjaink. Az idei évben azonban ez a három tanuló, akik mellettem állnak, történelmet írtak, hiszen először fordult elő az, hogy humán szakterületen és reál szakterületen egyaránt országos döntőbe jutottak tanulóink, és akkor hadd mondjam el, hogy Kovács Marcell tanuló reál szakterületen az ország hetedik legjobbja lett. Ez matematikát, informatikát, fizikát takar ez a dolog. Tehát közel 2000 szakközépiskolás diák közül ő lett az ország hetedik legjobbja. És hát a két másik szeméről pedig azt kell tudni, hogy második egymás követő évben bejutottak az országos döntőbe, humán területen. Beigelbeck Dávid idén a 13. helyezést érte el. Ez Debrecenben volt a döntő, ahol Gomkötő Alexandra az ország 5. legjobbja lett. Ezen a humán szakterületen ez magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyak ismeretein és egy icipicit művészettörténet ismereteken alapult ez a verseny. Szenzációs eredmény, mint mondtam, történelmet írtak, és nem véletlen, hogy Alexandra és Marcell az Egri díj büszke nyertesei lehetnek, hiszen ők azok, akik közösségi munkájukkal, magatartásukkal, szorgalmukkal és egyáltalán tanulmányi eredményükkel kimagaslót teljesítettek. Dávid is nagyon jó volt, ő azonban most ezt a díjat nem tudta elnyerni. Tanulókat kérdezem, mekkora élmény volt ez a verseny? Hatalmas nagy élmény volt, mindenkinek át kell ezt egyszer élni. Mennyi ideig tartott a felkészülés? Hát a felkészülés rengeteg ideig tartott. Hónapokkal azelőtt, mielőtt volt a verseny, mi már tanultunk. A tanároknak is nagyon sokat köszönhetünk, mert rengeteget nyüstöltek, és ez csak jó lett. Harmadik kérdésem a tanárokra vonatkozott volna, hogy mekkora élmény volt a tanárokkal ez az együtt töltött idő? Nagyon sokat áldoztak ránk, nagyon sokat segítettek minden tanár, amiben tudott, ahogy tudott, bárhogyan. Megemlíthetnénk név szerint a tanárokat? Königné Molnár Magdolna. Vellai László, igazgató úr. Gulyásné Hegedűs Nóra tanárnő. Hova tovább? Érettségi, aztán tovább a tanulásnak. Érettségi, és akkor onnan még tovább. Lehet tudni hova? Pszichológiára. Bármikszer. Minden esetre maradnék én itt, hogy gyarapítsam az iskola létszámát, majd tovább egy másik szakma, ami valószínűleg informatikus, vagy informatika. Érzitek, hogy mennyire büszke rátok az iskola? Teljes mértékben érzitek. Igen. Teljes mértékben, igen. Csak így tovább. Köszönöm.